Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mint a legutóbbi felvételen említettem, beteg voltam a napokban. Nem tudom, hogy mi történt, mi volt, egyik pillanatról a másikra lett az étvágytalanság, nagyon magas lázam volt, és rengeteget aludtam kisebb szünetekkel, nagyon-nagyon mélyen, és ennek volt most egy jó hatása, hiszen most már jól érzem magamat. És szeretném megköszönni a jó kívánságokat, nagyon jól esett, hogy gondoltatok rám. És most kezdeném az ujjak jógájával. A hüvelyk ujjat és a mutató ujjat így összenyomjuk. A másik három ujj kifele mutat. És a lélegző gyakorlatok mélyen belélegezni és kilélegezni. Belélegezésnél összenyomom a mutató ujjat és a hüvelyk ujjat, kilélegezésnél pedig kicsit elengedem. Tehát mutatom a gyakorlatot. Ennek a gyakorlatnak van egy megnyugtató hatása. Az indiai asztrológia. Augusztus 22-e és augusztus 23-a. Ebben a két napban a hold az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van. Kihat így a hétköznapokra. Tehát figyelembe kell venni, tudni azt, hogy mi történik a napokban. Az ikrek jegyénél a levegő eleméről van szó. Tehát a könnyűségről, az ötletekről, a kommunikációról. Itt lesz mozgás, vagy kisebb utazások, kisebb változások. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Vénusz bolygó szimbolizál bennünk hölgyeket. A kapcsolat nagyon jó a férfiak és a hölgyek között, hiszen Mars bolygó a bika jegyében van, a föld elemében, és Vénusz bolygó az a rák jegyében van, a víz elemében, és a föld eleme, a víz eleme harmonizál egymással. Merkur bolygó a szűz jegyéből hat, és utal cselekvésekre, szerződésekre vagy kommunikációra. Merkur bolygó jó kapcsolatban van Mars bolygóval, Merkur bolygó jó kapcsolatban van Vénusz bolygóval, tehát itt a férfiak, nők között megvan ez a harmonikus kapcsolat jó beszélgetésekkel. Viszont a hold nincs jó hatással most Merkur bolygóra. Tehát, ha fontos szerződésekről van szó, akkor várni kellene arra, amíg a hold eltávolodik az ikrek jegyéből, és áttér a rák jegyébe. Mert változik akkor az energia, jobb lesz a kapcsolat, vagy a szerződés előnyökkel jár. Jupiter bolygó az kihat az igazságra vagy bírósági ügyre. Jupiter bolygó jó hatással van Mars bolygóra, Jupiter bolygó jó hatással van Vénusz bolygóra. Itt bírósági ügyekről lehet szó. Viszont a hold nem hat jól ki most Jupiter bolygóra, tehát ha ilyen hivatalos dologról van szó, akkor szintén jobb az, ha megvárjuk, amíg a hold eltávolodik az ikrek
jegyétől és áttér a rák jegyébe, és az augusztus 24-én lesz. Jupiter bolygó és Merkur bolygó szemben áll. Jupiter bolygó a halak jegyében, Merkur bolygó az pedig a szűz jegyében, itt tükröződik valami. És hivatalos vagy bírósági dolgoknál tükröződik valami, és bele kell nézni ebbe a tükörbe, tehát még átvizsgálni vagy átvizsgáltatni valamit. Itt rendezni kell még a dolgokat. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. 22-én a hold az Ardra holdházban van. Az Ardra holdház felett Rudra uralkodik, lefordítva könnyet jelent. Ez abból adódik, hogy ez a Rudra nagyon-nagyon sírt, és az istenek megkérdezték tőle, hogy mi van veled, miért sírsz. És Rudra azt mondta, azért sírok, mert nincs nevem. Erre az istenek azt mondták, akkor a mai naptól a könnyek, ez lesz a te neved. Itt nem csak könnyekről van szó, hanem a tisztító erőről. Tehát ezen a napon, 22-én valamit tudunk tisztázni, valamit rendezni. Rudra az nem csak a könnyeket jelenti, hanem a vihart, az esőt, ennek is van egy ilyen tisztító hatása. 23-án a hold áttér a Punarvasú holdházba, itt is az eső és a levegő eleme uralkodik. Itt az a fontos, hogy aktívak legyünk. Ne adjuk fel a céljainkat, hanem fontos az, hogy legyenek célok, legyen meg ez a kitartás és ez a bizalom, hogy mindez elérhető. Akkor is, ha a szél ellenünk van, vagy valaki megpróbál korlátozni bennünket, fontos az, hogy legyen meg ez a kitartás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!